Egy 2012-ben elnyert pályázatnak köszönhetően a nyírbátori kistérségben harmadik alkalommal rendeztek táborokat a hátrányos helyzetű gyermekek részére. Az elmúlt hónapokban a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére további fejlesztő és oktató programokon is részt vehettek. A témában tartott sajtótájékoztatón elhangzott, így a lakosság negyed részét sikerült megszólítani. Nagyon sok emlékezetes rendezvény van a palettán. Egyet kiemelnék, amiről a sajtótájékoztatón nem szóltunk, ez a tanoda programunk. Három településen, Nyírvasváriban, Encsencsen és Nyírlugoson volt ilyen programelemünk. Nagyon hatékony, a tanodákról mostanság rengeteg szó esik, nagyon hatékony ez a programunk, a gyerekek rajonganak érte, ami nagy szó, mert hát az iskolába kevés gyerek az, aki rajong, ugye, hogy délután ott kell még maradni. De hát a tanodában rengeteg programot szerveztek a tanáraink a gyerekeknek. Az Ébresztő Kopogtat a Jövőt programban különböző tematikára épülő táborokon vehettek részt a hátrányos helyzetű gyerekek. Volt közöttük pályaválasztási, info- és focitábor is, korosztályonként eltérő csoportokban foglalkoztak a gyerekekkel. Korcsoporttól is, tehát a lehetőségektől, mert figyelembe veszük, ugye, hogy itt hátrányos helyzetű gyerekekről van szó, akik lehet, hogy nem voltak még esetleg kirándulni, csak az iskolai keretek között, és próbálunk nekik minél szélesebb programot összeállítani. Tehát volt lovaglás, strandolás, egynapos, egésznapos kirándulása a táborokban, különböző kézműves foglalkozások, bőrdíszművesség, fazekasság megismerése és számtalan egyéb sportolási lehetőség. A gyerekek minden nap színes programokon vettek részt, több helyre is ellátogattak. Kedden voltunk a kilátónál, innen az iskolától indultunk a kilátók, el is vártunk. Szerdán voltunk is vasutazni, kicsit szitált az eső, de azért nyaltunk egy fagyit. Csütörtökön voltunk az állatkertbe, nagyon sok szép állatot láttunk, és nagyon jól éreztük ott is magunkat. A gyerekesély program 2013 és 2015 között 28 hónapig tartott, és május végén ért véget. A program keretében kialakított gyerekesély házakat ezentúl a helyi önkormányzatok működtetik tovább.